Augusztus végéig lehetett nevezni a korosztályos megyei futszálbajnokságokra. A sportág egyre népszerűbb, így a klubok igyekeznek fiatalokból álló csapatokat szervezni. A 17 és a 20 évesek számára kiírt sorozatra végül 14 egyesület 25 csapat adta be a nevezését. Többségük mindkét korosztályban részt vesz majd a pontvadászatban. Bajnoki rendszerben fognak játszani, ez azt jelenti, hogy ugye mindenhol egy csarnokban ugye két csapat fog találkozni egymással, ahogy ez a tavalyi esztendőben is bevált. Ugye nagyon nehéz belőni a határidőket, illetve hát a csarnokok túlterheltsége miatt a játéknapokat, ezért abban maradtunk, hogy valószínűleg ilyen november végén fog elindulni ez a pontvadászat, és olyan március végéig fog tartani, pont azért, hogy a játékosok játszanak nagypályán is, és hogy ne ütközön a két bajnokság, valamint november végén talán a csarnokokban jobban be tudnak menni ezek a csapatok, lesz még idejük lefoglalni, és hát reméljük, hogy egymásra meg tudnak állapodni az időpontokba, úgyhogy egy olyan 4-5 hónap alatt szeretnénk ezt a bajnokságot lebonyolítani, mindenkinek így lenne a kényelmes, a játékosok pedig a holt időben, szervezeti keretek között bajnoki pontokért tudnának küzdeni, ami biztos, hogy jó lesz a tavaszi nagypályás felkészülésre. A hétvégén elindul a megyei öregfiúk bajnokság is, amelyben tornarendszerben játszanak a csapatok. 5 csapat nevezett, az elmúlt években is ennyi együttes nevezett ebbe a pontvadászatba, és itt tornarendszerrel szoktuk megrendezni. Ez azt jelenti, hogy 2 hetente szokott szombat délelőttönként egy-egy helyszínen lenni ez a bajnokság az öregfiúk részére, méghozzá úgy, hogy a nagypályát ugye 2 félpályán keresztbe játsszák, és így 2 pályát állítanak fel. Egyszerre 2 mérkőzést játszanak, tehát 4 csapat van egyszerre a pályán, egy mindig pihen, és egyszerre le tudnak játszani 4 találkozót egy nap. Ez megfelelő terhelést ad a számukra, és van 2 hetük, hogy kipihenjük magukat a következő tornára. Egyébként jó hangulatban szokott zajlani ezek a tornák, és hát évek óta ismerik egymást ezek az öreg fiúk, barátságban vannak labdával, érdemes kilátogatni majd, most szombaton Tiszavasvárival lesz az első torna. Október elején rajtól az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által szervezett NB3-as futszálbajnokság 6 szabolcsi, 3 borsodi, illetve 3 hajdúsági csapat részvételével.